Az elmúlt szezonban a 11. helyen végzett a megyei első osztályban a Tiszakanyár Ese, úgy, hogy 17 vereség és 4 döntetlen mellett 9 győzelmet aratott a Koskovics György által irányított együttes. Ez a szereplés elmaradt a várakozástól, így a július 10-én kezdődő felkészülésnek az előrelépés reményében vágott neki a Tiszaparti gárda. Az edzőnket ismerjük, Koskovics Gyurit, azért eléggé színvonalas, mert változatosak az edzések. Van benne szárazfutás is, de legfőképpen labdával történik minden, és azért az edzőmeccseket sem hanyagoljuk el. A játékos keretben minimális mozgás várható, az érkezők minőségi játékosnak számítanak a megyei első osztályban. Vannak változások, a Bicickó László ő távozott tőlünk, különböző okok miatt. Jöttek is hozzánk, most a Bodnár Jani ott ez nálunk, a Koskovics Gyurika is ott ez nálunk, mind a kettő Kemecséről. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon kellett változtatni, mert azért elég jó kis csapatunk volt. Ugyanolyan erős bajnokságra számítok, ha lehet még azt mondani, még erősebbre, mert azért egy Bakta Lórend háza, egy Tisza Lők, nem tudjuk ki, hogy erősített az igazság, próbálunk csak magunkra figyelni, de biztos, hogy erős bajnokság lesz. Bagin Sándor fél év kihagyás után a téli szünetben csatlakozott a Tiszakanyárhoz, most egy teljes felkészülést követően a tavaszinál jobb teljesítményt vár magától. Tavaly évben a kisvereje foglaltságom miatt nem tudtam annyi edzésen részt venni és edzőmeccsen, amennyit szerettem volna. Most ez így úgy néz ki, hogy megszűnt. Nem is megszűnt, hanem átszerveződtek a dolgok, és próbálok minden edzésen ott lenni, minden edzőmeccsen próbálok ott lenni. Nagyon bízom benne, hogy sokkal jobb szezon lesz. A Tiszakanyár felkészülési mérkőzésen legközelebb szombaton 10 órától Kemecsén lép majd pályára.